Sziasztok! Spamwelk, ez pedig itt egy újabb vicces Minecraft rész, amely elképesztő sztikus 167. vicces Minecraft Babok rész elején szeretném megköszönni a Bagot Baboknak, aki elküldte ezt nekem, és felhívta a figyelmet egy újabb érdekességre ebben a csodálatosan, bár igencsak bagos játékban. Amit itt láthattok, az egy hatalmas lábafürdő értelemszerűen, egy blokk, felette pókháló, és felette kettővel még egy blokk, hát kérdezhetitek is magatoktól, hogy mégis itt mi a franc fog történni. Amit nagyon régen kértetek már, csirkéket fogunk bagoltatni, 1000 darab kérést kaptam arra, nagyon nem biztos, hogy szám szerint annyi, de nagyon sokat. Két kezemen nem tudom megszámolni, hogy hányat, hogy bagoltassak már csirkét is, ne csak mobokat, hát parancsoljatok. A bugnak az az alapja, hogy ugye fölünk magunkat, leszpanoltatjuk a mi kis csirkéinket brutális mennyiségben, a pókháló az elképesztő módon lelassítja, és szerintem már most látjátok, hogy mi is annyira bugos ezen az egészen, az, hogy a csirkék, azok nem élik, hogy lassított felvételben mennek lefelé, hanem hogy ugye itt például már is azt látjuk, hogy 2 darab csoportba rendeződnek, és olyan szinten egymásban vannak, hogy a textúrák azok konkrétan teljesen szét vannak mosódva. De úgy amennyire csak lehet, és hát a lávafürdő az pedig azért van, hogy ne kelljen annyit takarítanom utánuk, de nagyon durva, tehát látjátok, és hogyha mondjuk csak ennyit rakok le, aztán mit tudom én, várok még egy kicsit, igazából egy csoportokat lehet képezni, és össze-vissza mennek egymásban nagyon-nagyon durván, és olyan szinten bugos, főleg látjátok itt, tehát ezek a láb textúrák, ezek teljesen szét vannak glitchelve gyakorlatilag, rommá vannak bugolva, és hát igen, azért ez elég érdekes látvány, nem tudom, hogy érzékelitek-e, ami itt most éppen minket fogad, és igen, innentől kezdve pedig megkezdődik a Segítsünk Spennek című történet, hogy ne kelljen annyit takarítanom utánuk. Úgyhogy igen, ennyi lenne ez a kis bug. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt is, és hogyha bármilyen bug ötletetek van, akkor nyugodtan küldjétek el nekem vagy Facebookon, vagy e-mailben, vagy nyugodtan dobáljátok oda lentre a kommentekbe. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek ezt a részt, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!